Hosszabb kihagyás után az idei tanévtől újra lehetőség nyílik művészeti alkotások bemutatására a Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskolában Szekszárdon. Az első kiállító Biszák László festőművész volt. A jelenlegi tárlaton Tamaskó Komjáti Anett, az iskola egyik volt tanárának művei tekinthetőek meg. Maga a kiállításnak az újra szervezése, az ötlete a Snitta Sámuel országos gasztronómiai verseny kapcsán került újra előtérbe egy baráti és egy fél munkatársi megbeszélés kapcsán. Ennek apropója az volt, hogy a művészeket kértem meg, hogy támogassák a rendezvényünket, az akkori versenyt, és egy ilyen megbeszélés kapcsán pedig újra följött ötletként, hogy a VIP galériát megint fel tudjuk akkor éleszteni. A diákok számára sokat jelent a művészeti alkotások megjelenése az iskola falain belül, mondta Herczig Anna. Én az előző kiállításnak is nagyon örültem, ugyanis szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy minden szünetben bármikor le lehet jönni és nézelődni, inspirálódni. Számomra például a művészet nem áll tőlem távol, úgyhogy engem igazán lekötöttek a rajzok, és bármikor, amikor lejöttem, akkor körbenéztem, és volt is olyan ötlet, amit innen gyűjtöttem, és próbáltam úgymond beleépíteni gyakorlásként a rajzaimba, amit készítek alkalmanként. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy itt lehetőség van az iskolában a kiállításokra. Az iskolában megjelenő képzőművészeti alkotásokkal olyan diákok figyelmét is sikerült felkelteni, akik számára ez korábban ismeretlen terep volt. A tanulók szünetekben meg tudják nézni a kiállított festményeket, és beszélgethetnek róluk. Ez jó hatással van rájuk, mondta Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja. De amikor ebbe a millióbe, ahol bejövünk tanulni, megjelennek alkotások, és megjelennek képek, arcok, és ezek valamiféle érzéseket tükröznek, és ezt tudatosan el is mondjuk a gyerekeknek, hogy egy picit nézzék meg, és egy kicsit érdemes megállni, és ránézni is. És nem kell elmondani, hogy mit indít be el benne, de valamit nyilván elindít mindegyikünkben egy-egy ilyen kép, akkor azzal már nagyot léptünk előre, mert azzal már felkeltettünk egy érzést, felébresztettünk egy érzést, és elindítottunk egy gondolatot vélhetően a kis fejekben. Dömötör Csaba megnyitó beszédében kihangsúlyozta, nagyon fontos kapcsolódási pont az iskola és a művészek közös kiállítása. A tárlaton kiállított képek többségében olyan fejeket, női arcokat ábrázolnak, melyek az alkotó érzéseit közvetítik.